Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon, és a mai videóban FIFA Mobile-ban mindent kinyitunk, és új csapatot építünk. Videó következik, hiszen megjelent az új La Liga cucc, a Bundesliga-ba kiszedtük, amit csak lehetett. Én még bontogattam ott, amennyit csak lehetett, de már értelmes játékos nem jött ki. Kobel a jelenlegi kapusunk, a legjobb, akit ki tudtam szedni innen. Úgyhogy a mai videóban mindenféleképpen kifogunk bontani nagyon-nagyon sok cuccot, illetve azt terveztem, hogy amint összeáll egy csapat, most már a skill boostokat szeretném fullra fejleszteni, pénzt nem sajnálva, 77 millió van már, ahogy így ugye folyamatosan gyűjtögetem a pénzt, úgyhogy most már nem akarok rajta ülni, hanem a jelenlegi keret, ami a videó végén lesz, a skill boostjait maxra fogom tolni, és majd a jövő hét kedden, vagy szerdán, vagy valamikor, tök mindegy, megnézzük, hogy mégis mit sikerült elérni a questeket. Begyűjtjük, mármint a mit sikerült elérni alatt úgy értem, hogy élő helyzetben, rendes játékban hogyan változik meg a csapat, mennyivel lesz jobb, esetleg a több skill boost miatt, de biztos, hogy jobb lesz. Még 300 000 coin, a La Ligához kapcsolódóan is vannak új cuccok, új pakok, minden, amit csak szeretnél, úgyhogy ezeket is természetesen kibontjuk, és ne felejtsük el egyébként, hogy a BL esemény továbbra is fut, tehát az megy, és ráadásul ott van egy fontos mérkőzés, egy keretfejlesztés, amit most ebbe a videóban le is fogunk kijátszani. Itt új ilyen kis cuccok vannak, amivel kapcsolatban lehet FIFA pontokat vásárolgatni, de engem az annyira most így nem is izgat, hanem a pakbontáson van a hangsúly. A What If pakba is belenézünk egyet, hiszen ott is jöhet jó, hát sajnos nem jött jó. És itt pedig az eventnél a további Heroes pakokat nézzük meg a több ilyen kis apróságot. Ó, egybe rakták a free pack-eket, na végre valami van. Valami fejlesztés, ezt mondjuk előbb is megléphették volna, mert nem kellett volna akkor annyit kattingatni, de a lényeg, hogy így megvan az összes free pack egymás után, egy menüponton belül, és még itt tudsz vásárolni mindenféle jó dolgot, beváltani a maradék dolgaidet, hiszen hamarosan vége egyébként ennek a bajnokok ligájás UEFA kupás cuccos sorozatnak, hiszen ez le fog járni hamarosan, elég régóta velünk van, úgyhogy annyira őszintén szóval nem is sajnálom egyébként. Jó, van új Star Pass dolog is, úgyhogy én azt mondom, hogy mielőtt ebbe belemegyünk, nyomjuk le azt, ami az utolsó fontos lépcsőfok ebbe a bajnokok ligájás cuccban, azt pedig mindjárt mutatom is nektek, hogy pontosan mi. Itt azért begyűjtöm, hát ha van valami fontos dolog még, amivel kapcsolatban el lehet érni új embereket, de ahogy látom nem, tehát itt kiszedtem maximumra, amit lehetett. Jó. A reward pass-nál még körbe-körbe bármennyiszer lehet menni, de a Lampardot már kiszedtem, tehát ez se lényeg, itt is megvan, amit akartam. Itt még 103 pluszos játékost, ha nagyon szeretnél, akkor lehet, de amúgy szerintem mindegy. A Player Exchange-nél majd körül fogunk nézni, és a lényeg, amit eddig húztam az időt, hogy itt sikerült végérni az összesen, és direkt hagytam meg a Road to Semifinal 4-es részt, hiszen Benaker megszerzésével ki lehet unlockolni itt a Milestone résznél egy darab embert, egyetlen egy játékost, és szerintem az a Vinicius Junior lesz. Én őt érzem innen a legjobbnak, a leghasznosabbnak, hiába van ott 109-es ikon. Nézzük akkor a Benakert, játsszuk le ezt a mérkőzést, csak egy második fél időt kell játszani. Kapsz egy 106-os játékos, de mondom, nem ez a legfontosabb, a 106-os már az már nem egy nagy eresztés, így, hogy kint van a Team of the Season is, hanem maga az, hogy ott a Vini Juniort ki lehet szedni 109-el, az tűnik nekem nagyon-nagyon jónak. Úgyhogy nyomjuk le, ezt az egy meccs lesz így ebbe a videóba, ez mondom inkább a bontogatásokra, a csapatfejlesztésről fog szólni, meg persze az, hogy vajon meddig tudom skill boostokkal boostolni a csapatot. Remélem, hogy egyébként fogom tudni legalább egy, mit tudom én, nem is tudom, egy ilyen 15-ösre. A legtöbb játékosnak a skill boostját egy 15-16-ra fel tudom vinni, akkor én őszintén szóval nagyon boldog leszek. Trippier is jól lő, ő is megoldja, hiába védő, már ő is nagyon jól lő, mert az egyik legjobb amúgy a csapatban, Trippier. Mondtátok, hogy amúgy be lehetne törni, és akkor kaphatnék egy 111-es, nagyon-nagyon vagány ikonkártyát, de az a baj, hogy jó a Trippier, szóval nem szeretnék ennyire agresszívan, nem akarok betörni mindent, mert
mert akkor viszont elvesztem a játékosaimat a kezdőcsapatból. Hiába kapok egy jobbat, hogyha kimegy három. És ennyire nem akarok mindent feláldozni, ez ennyire nekem nem fontos. A overall pontszám, hogyha amúgy meg tök jó játékosok vannak a kezdőben, akkor inkább velük szeretnék operálni. Ja, illetve legendával is fejlesztjük a csapatot, hozzáteszem, úgyhogy az is nagyon durva lesz. Én a puskásra nagyon nagy alok, hogy akkor őt fogjuk kiszedni, hiszen annyira régóta szerettem volna már egy jó puskást, és most itt a lehetőség, hogy legyen egy olyan puskásom, ami ráadásul top szintű, tehát tényleg nagyon magas szintű játékos. Dribbling, félelmetes. Játszottam már több ember ellen is, a Dani ellen is, aki puskás lapokkal jön, külföldiek is használják, mert amúgy nagyon jó. Nagyon jó a dribblingje, a lövése, egészen gyors és hasznos játékos. De főleg mindenki a dribblingjét emeli ki egyébként, ez nekem az érdekes, hogy ennyire jó lehet. Közben itt már tényleg teljesen szétlőjük az ellenfél kapuját, úgyhogy figyeljetek, lehetsz a gép ezt a maradék meccset, aztán utána jövök vissza, és akkor bontogatunk. Na, megvan a mérkőzés! Na, végre! Végre megvan a mérkőzés. A lényeg, hogy sikerült így megnyerni. A géppel is egyet bekapott, igaz, de összességében nem olyan rossz. A lényeg, hogy magát a lejátszata. Nézzük akkor, Benaker 106, nem tervezem használni, nem ez a lényeg, őt szívesen betöröm, hanem az, hogy teljesítettük az összes semifinal részt, nem gondoltam volna, hogy ezt is fogom teljesíteni, és végre kioldhatunk egy játékost, és az legyen akkor Vini Zsuni. Nem eladható, használni fogjuk, tök jó. Ő az, akit tényleg használni fogok, úgyhogy neki nagyon-nagyon örülök azért az effektre, csak szánunk időt, hogy végignézzük. Gyönyörűséges, fantasztikus, nagyon jó. 20 millió ér amúgy, az egész jó. Az egész jó. Oké. Jó van, ennek most tényleg kifejezetten nagyon örülök egyébként. Úgyhogy ez így a részemről tökéletes. És akkor azt kell, hogy mondjam, rengeteg pontot kaptunk még, úgyhogy ezek a bajnokok ligája pontok, amivel a döntő kapcsán úgy néz ki, semmilyen esemény nem lesz, legalábbis most még így nincsen semmi. Úgyhogy én azt mondom, hogy akkor itt a Reward Pass résznél menjünk körbe-körbe, és akkor így szerzünk cuccokat, amiket aztán tudunk hasznosítani. 300 000 coint, ezt mindig tudjuk hasznosítani szerintem. És itt pedig a token, de nincs már elég pontom ehhez, úgyhogy pont a tokenről maradunk le, ami egy játékost érne. Úgyhogy ez így eléggé kellemetlen, de hát mindegy, annyira nem izgat minket ez a cucc, úgyhogy jó, itt még lehetne játszani, de tényleg ez már engem nem annyira érdekel. A lényeg, hogy a Vini Zsuni kerüljön be a csapatban, mert a Rafael Leão nem rossz, de 107-es. Kettő ponttal is megemeljük a szintet ott. Úgyhogy, és Vinicius Junior, nézzük meg Rafael Leão sebességét. Nekem ott a szélen a sebesség, ami nagyon-nagyon-nagyon számít. És ez pedig 173 és 152-es lövést tud. Ez azért feladja a leckét szerintem a Vinicius Juniornak, úgyhogy nézzük meg, hogy ő mit tud. Oké, és akkor most pedig átpakoljuk magát a train pontokat, hogyha megtalálom. Hova tűnt? Most hova tűnt? Hé! Hey. Haló! Hova tűnt a... Lerakta a cserékhez? Nem. Akkor hova tűnt? Ezt most nem értem. Ott van. Jó. Reggel van még. Nézzétek el nekem. Na szóval. Térjünk vissza az eredeti dologhoz. Ott unlockoljuk, és akkor átpakoljuk az összes pontot. Így lesz 113-as a Vinicius Juniorunk, ami amúgy kifejezetten jó szerintem. A chemistry-t nem rontja el annyira, a saját chemistry-t rontja el maximum. Ez lehetne jobb is, de végül is annyira nem vészes. 10-es skill boostja van, ja igen, és a pontszámok, 176-os futás, 152, és a dribbling és a nagyjából ugyanannyi, nagyjából overall pontszám az jobb, de a sima pontszám ez nagyjából ugyanannyi tudnak, úgyhogy ez inkább egy ilyen overall pontszám fejlesztés volt, ahogy én érzem, majd játékba kiderül, hogy tényleg mit is tud a srác. Jól van! Na, akkor legalább ez is megvan végre, ennek nagyon örülök. Megújult a Star Pass, úgyhogy itt is új cuccok vannak, 103-as játékos, Declan Rice a prémium résznél, és itt is rengeteg ideig, ezt egy hónapig lehet nyomni, és kell is nyomni, mert nagyon sok szintje van, tehát összesen 75 szint, és a végén
Baggiót megkaphatod a prémiumba, de az ingyenesbe is Molinárt, aki 110-es. Szerintem az jó. De nem az teljesen jó. Úgyhogy kaptunk Mest, kaptunk 106-os játékost, ennek kifejezetten örülünk. Szuper király minden. És akkor én azt mondom, hogy menjünk bele a Team of the Seasonbe, bontsunk el, amink van. Ez az új La Ligás. Itt még azért nyomatni kell ezerrel a cuccokat, de már a pontokat zsebelem is be, amit lehet. És itt érdekes, mert ilyen puzzle-szerűen kell kiszedni az összes ilyen cuccot, ez 9 darab ilyen kis keret, amit ki kell unlockolni. Van, ami 20 ilyen pénzbe, vagy ilyen La Liga pontba kerül, ez semmi, de van olyan, ami ugye többbe kerül, akár 50-be, ezt is nézzük meg. 105-ös játékost kaptunk belőle, nem is rossz. És akkor így szépen kioldódik majd valami a végén, valami kis rejtett dolog. És akkor itt a kérdőjeles pakkot is feloldhatjuk. Ez nagyon-nagyon izgalmas, hogy hányos játékost kapunk. Egy ilyen mystery cucc lesz. 200.000 coin, úgyhogy egész jól sikerül kirakni. Ötletes, ez nekem tetszik, ez tényleg ötletes. Úgyhogy remélem, hogy majd valami érdekes cucc lesz. A Bundesligával végeztem, amit akartam, megcsináltam. Még itt lenne lehetőség, lenne lóvé valamit kioldani, de már egyéb dologra nincsen. Itt egy utolsót bonthatunk, mert bontani enged. 200.000 coin, csá. Hát mindegy, a Kobel volt itt egyedül jó. Premier League-et is kimaxoltuk, amennyire lehetett. Nekem ez is nagyon tetszett. Örülök, hogy minden event mindenhol máshogy van megoldva. Mások a feladatok, meg ilyesmi. Ez nekem kifejezetten nagyon tetszik. És még mindig nem oldódott fel a második része. Ez ma fog a videó felvételek pillanatában. Tehát, ja, ez péntek este fog, még akkor délután még ki se oldódott. Én ezt pénteket délelőtt veszem fel. Jó, nézzük meg, hát ha kapunk FIFA pontot, mert mondtátok többen amúgy, hogy kaptatok FIFA pontot. Én is szeretnék FIFA pontot kapni pakból. 1500 gem, ott a FIFA pont! Ott a FIFA pont, az első FIFA pontom, és pénz befizetés nélkül végre! Végre! Nagy játékost, a Morátát továbbra se szedtük ki, ő nagyon fontos lett volna, mert érdekelne, hogy milyen, de lassan már olyan lesz, hogy hiába mondtam ki, nem fogom játszatni. De itt pedig a La Ligás játékosokat nézhetjük meg, ugye az összes megnézhető lesz majd. A Ligue 1, illetve a Serie A még hátra van, de a La Liga már elérhető tegnaptól, úgyhogy Benzema, Vini, Juni képzi a legjobbakat, most szereztük meg a BLS-e, de sokkal jobbnak tűnik a főleg a lövése. Lewandowski, Griezmann, ezek nagyon durva jó játékosok, vannak persze gyengébbek is, de ahogy szokott lenni, ez össze-vissza van. A Tocikonnál Ronaldo lehet, a régi Ronaldo-t lehet kiszedni, de csak az esélyt kapod meg rá 50 pénzért. Ami nekünk viszont lényeges itt, hogy kiszedjünk egy fix játékost. Vannak nagyon jók, és ott van a Puskás is, 111-el az Untradeable Puskás, de nem is akarnám eladni, úgyhogy nyomjuk. Nyomjuk, mert a Puskás öcsi az kell. Az kell, gyere Pusi. Oj, de szép, már most tetszik, CF pozíció, de nem baj, Real Madrid. És ott a Puskás Ferenc. A nagy bontásból Puskás Feri. Óriási, nagyon szépen néz ki, 85 milliót ér Puskás. És én azt mondom, hogy adok egy esélyt. Egyetlen egy esélyt. Nem akarom erre a világ összes pénzét elkölteni, de egyetlen egy esélyt adok a Ronaldónak, hogy kijöjjön. Vagy valamelyik másik sztárjátékos. Puti, gyere, léci. Hát ez gatya. Oké, maradunk a ikongyűjtésnél. Hát, ha még egy összejön. Hát ez elég gyenge volt. Jó, figyeljetek, mindent kibontottunk, amit itt lehetett ebbe a részben. Most már 78 milliónk van, és a csapatba érkezett egy új delikvens, Puskás öcsi személyében, úgyhogy tényleg minden ki van bontva, amit csak lehetett most, amit így összegyűjtöttem úgymond az idő alatt. Most az a kérdés, hogy Joselu vagy Pelé helyet rakjuk ebbe. Pelé 108-as, Joselu 108-as. Joselu azért lenne fontos, hogy még ne, mert csinálom a What If-es challenge-eket. És a What If miatt meg nem kéne kiszednem Joselut. Pelétől köszönünk el. Új, de fájó. Viszont Puskás alapból tudja azt a pontszámot, amit Pelé csak úgy tudott elérni, hogy van rajta egy óriási nagy skill boost.
meg mindenféle boost, ugye a rankápok is. Ez nagy döntés most, hogy így Peléről elfeledkezünk egy kicsit, de aztán, hogyha annyival jobb, és majd Josselu kikerül, akkor akár Pelé visszakerülhet helyette, nem tudom. Mindegy, Puskás 114-es lesz. Azt a mindenit. Öcsi, bácsi, 114-es pontszám, de ez nem elég. Én azt akarom, hogy a csapatban Puskás legyen a legjobb. Hiszen akkor megelőzheti Hernándezt is, hogyha maximumra feltréneljük. Fú, de durva. Megcsinálom nem pénzt, játékosokat nem sajnálva fogom megcsinálni. Mert ide már nagyon kemény játékosok kellenek, hogy ugye be lehessen törni, és így fejleszthesd. 115-ös, öcsi bácsi. Nagyon komoly. Jézusom. Azt, ami... Na jó, hát de úristen. Hát itt már tök jó játékosokat kell betörnöm. Basszus. Jó. És még pénz. Úristen, remélem nem bánom meg. Bakker. Na jó, mindegy, remélem tényleg nem bánom meg. Most már mindegy. Puskás. De jó ég, és lehetne még, de hát arra már nincsen. 116-os lett a Puskás Ferenc. Jobb, mint Hernández, aki 115-ös. Puskás Ferenc nagyon sokáig velünk fog maradni. 156-os tempó mellett 184-es gyilkos lövést tud, és ez még mind semmi, mert a dribblinge is közben 176-os, és még jól is passzol. Mindent jól csinál. Hihetetlen durva. És én azt mondom, hogy akkor nézzük meg a skill boostját, és kezdjük vele. Second Striker skill boost van rajta, úgyhogy arra fogunk rámenni maximum tempóval. És itt minden pénzt bele fogunk ölni, hogy ezek sikerüljek. Hát eddig sikerült 15-ösre, ez nem túl sok, de mindegy, mert akkor is emeltünk a skill boostján, és most minden pénzt lehet, hogy le fogunk menni 50 millióra. Sajnos nincs annyi skill boostom, hogy mindegyikből a maxosat elérjük, ugye? De 186-os lövés az félelmetes. És én akkor kezdem a Vini Junival, mert ő náluk érzem azt, hogy sokáig velem lehet, és itt a ball controlra kell rámenni akkor, az az első, és ez overre is vonatkozik, és Vinicius Juniorra, úgyhogy ezt maximálisan kell fejleszteni. Remélem, hogy ezt is minimum 15-re fel tudjuk vinni, mindjárt kiderül egyébként. Igen, hát ez 14-nél megáll, ennyi. Ezért kell gyűjteni a srácok a skill boostokat, ezért fontos, ne legyen mérges, ha csak skill boostot kapsz valami miatt, vagy csomagból mondjuk, mert nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen szinten fejleszd a csapatot, ugye nekem most ez itt eljött az idő, most nagyon jónak érzem a keretet, nagyon jónak érzem a gárdát, úgyhogy itt az idő, hogy ezeket a skill boostokat maximumra feltoljuk. A Josselut azt, hát nem tudom, hogy azt annak is feltoljam, ezzel lehet, hogy majd későbbiekben, ugye ezek a skill boostok nem vesznek el, ha lesz egy új játékosod, akinél ugyanúgy fontos ugye a skill boost, akkor ott van. És én most nem érzem, hogy a Josselunál kellene, inkább először a többinél, nehogy aztán itt a Josseluval valami baj legyen, és pont miatta nem tudom a többieknél fejleszteni, mert elfogy a pénz, de talán nem fog elfogyni a pénz. Egyébként Hernándezt is tovább fejlesztjük, ő is nagyon durva lesz így. Jézusom, azt a Hernándezre majd rá kell nézni, mert ő nagyon gyors alapból. A Bollanszt van a Trippiernél, nála is. Úristen, a 61 millió, nem sajnálom a pénzt, nem sajnálom, de bennem van, hogy elmegy. Bennem van, hogy most mennyi pénz elmegy erre, de remélem meg lesz az eredménye. És játék közben majd egy ilyen tényleg közel verhetetlen csapatot sikerül emiatt összeépíteni. De most nagyon durván elmegy a pénz, 58 millió, Jézusom, hát ez most már fájó kezd lenni. És itt ennyi volt, akkor a Josselura is rá fogjuk rakni. Akkor bizonyára a Josselura is rámegy. Nem szórakozunk, és akkor most nézzük meg a kezdőcsapatot, milyen full pontszámmal rendelkezik. 129-es overall pontszámmal rendelkezik. Mindenkin 14-15-ös skill boostok vannak. Nézzük meg a Hernándezt. 190-es tempó. Eléri majdnem a 200-as tempót. Nem kell nekem más LB játékos, imádom. Mondtátok Nuno Mendes, de nem. Imádom ezt a Hernández lapot.
nagyon-nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy nem. Akit még szeretnék fejleszteni egy picit, az az Owen. Őt fel szeretném trénelni, de az a baj, hogy most már olyan játékosok vannak, akiket meg nagyon sajnálok betörni, úgyhogy végül is nem. Nem. Ezt már nem, de amúgy szeretném még trénelni egy-két játékosomat majd, úgyhogy most így néz ki, ez a full keret, és már csak az exchange van hátra, ami kicsit butaság, mert lehet, hogy az exchange-be kapunk még jót. Ezt most jutott eszembe, hogy amúgy ezt is már akartam csinálni, amúgy az exchange-et. Úgyhogy nyomassuk, és bízunk benne, hogy olyan játékos kapunk, akik a skill boostja alapból jó. 107-es Bergwijn nem kell. Nézzük a következőt. 106-os, hát ez vacak, és ennyi volt. Jaj, megfulladok. Hát ez nagyon gyenge volt. Nézzük a következőt, az itt is vannak jók. Meglátjuk, hogy mit érünk el vele. Nézzük, 108-as játékos. Vajon olyan, akit tudok használni a keretbe, vagy sem? Középpályás CM, az mindig érdekes. Ez egy Xavi Simons, jó. Jó, és ennyi tudtunk. Hát ez nem volt sok minden. Oké, 109-est vajon tudok-e? Tudok, ott a Xavi Simons betörjük, kérdés nélkül betörjük, hiszen 109-es játékos az még egy szinten jobb, és egyik sincs kezdőben a 108-asok közül. Na, mutél a 109-est. Ez simán bekerült a kezdő csapatba, ha nem LB lenne. RB pozícióra, Baldé nem rossz, de ó, ez eladós lesz. Ha most mondtam, hogy ugye nem szeretném kicserélni. Még egyenlőre. Hűha, és itt meg 6-ot kell összeszedni, az nagyon sok, és a 111-esnél 2-t, viszont a mind a 2 nagyon jó játékos, és a kezdő csapatomban van. Jó, a többi az ennyi, oké. UCL-be még menjünk bele, hiszen itt is van rengeteg játékos, akit be kéne törni, mert nem fogom őket használni. Quicked az összeset törjük be, mert annyi hulladék van, hogy tényleg talicskázni lehetne. A 106-osnál már talán egy kicsit izgalmasabb a dolog, mivel hogy nem is tudjuk betörni, hát ez remek, 108-as. Ott hiányzik egy ember, és lehet, hogy akkor fogok venni egyet. Mert nem hiszem, hogy BL játékos bárhonnan is nyitni fogunk. És 106-os Bajnokok Ligája játékost kell venni. És onnantól kezdve meg már a többi az kuka. Igen. Jó, akkor ezt az utolsót megcsináljuk. Veszünk a Transfer Marketen. És 106-os Bajnokok Ligája játékost. Ezt kiszörcsöljük. Maximum 106, de a minimum is 106. Úgy, 106. És be lehet állítani, hogy melyik programban vegyen részt. Ja, és kiszedi, de buta vagyok. 106. Aztán valami játékos is elküldhetnénk a maradék lóvét egyébként. És itt akkor a program, az pedig maga a Bajnokok Ligája, ha megtalálom, ott van. Úgy. Na mutasd, melyik a legolcsóbb? Melyik a legolcsóbb? Azt kéne nézni. Ő itt vannak 1,5-8-ért, ez jó. Ez jó lesz. Grimaldo teljesen jó, vegyük meg. Mert úgyis csak egy fontos dolog van vele kapcsolatban, hogy betörjük. Az égvilágon semmi más, és meg is van, eddig tartott, meg is vette nekünk a játék, szuper. Tehát ezt is láttátok, hogy kell játékost venni, ha valakinek ez nem lenne tiszta, bár szerintem mindenkinek az. És akkor az exchange-be meg szépen menjünk be. És itt pedig a UCL-ben megcsináljuk végre ezt a 108-asat, így most már sikerül, berakod. És akkor ezzel köszönhetően rengeteg jó játékos betörünk, de nézzük, kit kapunk cserébe. Mert azért ez már 108, olasz, védekező játékos, Milános Baresi. Na, ikonnyitás, végül is nem rossz. Nézzük meg, hogy itt van-e értelme bárhova is berakni, a Rüdiger nagyon jó, 109, a Militao nagyon jó. Úgyhogy ő is 109 egyébként, úgyhogy én azt érzem, hogy itt kicsit megfenek lett a dolog, még a Bernardo Silva van ott 110-zel alapból, de nem játszok olyan felállást, amiből őt lehetne használni. Esetleg akkor állhatunk át egy új felállásra, ez viszont tényleg ez egy jó ötlet lehet, hogyha a Josseluval megcsinálom majd a What If Challenge-eket, annak vége, az oké, okay. És utána a Puskás lesz az egyetlen csatárunk, és lehozzuk a Josselu helyén lévő emberkét majd támadó középpályásba. Az nem rossz.
az nem rossz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Legközelebb találkozunk. Ilyen Star Pass rewardokat elfelejtettem kiváltani még. Hoppáré. Hoppácska. Ha. Lehet még nyitni valami jót? Ajajajajaj. Ki vagy te? A Bundesligás 109-es Lotterbeck. Elfelejtettem kiváltani. Bakker. A Schlotterbeck. Ajajajajajaj, na hát itt figyelj, sürgős eladásokat kell csinálni, ha nem használjuk őket. Ja, őt nem lehet eladni. Az baj. Elgondolkodtató, hogy most akkor mi legyen majd. Én úgy érzem, ennek a videónak soha nem lesz vége. Nézzük már a Baldét, mert őt meg el akarnám adni amúgy 23 milliót ér, és el lehet adni, úgyhogy én lehet, hogy visszaszerezném ezt a pénzt, újra 70 millión legyünk. Mert el szeretném adni akkor itt a Baldét. Ő azt mondja, hogy hol van? Ott a 109 Baldé, akkor őt eladjuk, figyelj, az a legegyszerűbb, mert ez a 20 millióval így vissza fog jönni az ára, és ő még eladható kategóriában van. Srácok, fiúk, lányok, köszönöm szépen a figyelmet, legközebb találkozunk a következő videóban, addig is jók legyetek, nyomjátok sokat a FIFA Mobile, mert ez az új La Liga esemény egészen érdekes, vannak jó cuccok, sziasztok!